hogy emlékeztessek mindenkit arra, milyen nevezetes napon van. Higi Robot kérdezte érdeklődve a Szent György Kórház munkatársait, milyen világnap van május 5-én. A kollégák pedig jól tudták, hogy a kézhigiénia világnapja van, amellyel a WHO ajánlására 2009 óta hívják fel a figyelmet a kézfertőtlenítés fontosságára. A kézhigiénia jelentőségének felismerése Semmelweis Ignáchoz köthető. A kézfertőtlenítéssel életeket menthetünk, és körülbelül, tehát éppen 175 éve kezdte el igazán a munkáját. Ráadásul Semmelweis Ignác, hogy a fehérvári ciszterdiák volt, tehát mi ezért különösen büszkék vagyunk erre. És az elmúlt évek, a Covid időszak különösen felhívta erre a figyelmet, hogy korábbinál is lényegesen fontosabb, lényegesen szigorúbban kell ebben az ügyben eljárnunk, úgyhogy elindítottuk azt a folyamatot a higiénés osztálynak a vezetésével, hogy folyamatos oktatás van, folyamatos ellenőrzés van ezen a téren, hogy lehetőség szerint minél kevesebb esélyt adjunk erre, hogy ilyen probléma előadódjon. A kórházban a világnapon minden évben rendezvénnyel készülnek, idén különlegességet találtak ki a szakemberek, hogy még jobban ráirányítsák a kézfertőtlenítésre a figyelmet. Most annyiban különbözik a korábbi esetektől, hogy találkoztam az Alba Innovára egy kerékpáros rendezvényen, és beleszerettem a robotjukba, és ezért megbeszéltem velük, és ők pedig partnerek voltak. Az Alba Innovára egy nagyon jó cég, aki a gyerekeket tanítja informatikára, robotikára, és azt mondták, hogy ó, hát itt a helyünk. Én nagyon örülök neki, mert ez látványos. Kicsit felfrissíti az egészet, felpörgeti. Hajlamosak vagyunk a rutinba belefáradni, de így egy kis poénnal talán jobban fogunk emlékezni arra, hogy igenis kezet kell fertőtleníteni a beteg érintése előtt és után. Gugolya László, az Alba Innovár szakmai vezetője elmondta, szívesen álltak a kezdeményezés mögé, hogy higivel az egyes osztályokat járva népszerűsítsék a kézfertőtlenítést. A doktor úr felkérésének megfelelően kaptunk egy menetrendet, amivel kérdéseket tesz fel, megdicséri a válaszokat, megnézi, hogy jó-e a kézmosás. Tehát volt egy fix menetrend, amit a doktor úr kért, és azt állítottuk be. És akkor, amikor ott a kéz, akkor egy kicsit szétnyitja az ujjakat. Nem fordít, szétnyit? Ez a gép is segíti egyébként a kórházban a megfelelő kézfertőtlenítést. Megmutatja, hogy elegendő mennyiségű fertőtlenítőszert juttattak-e a szakdolgozók, orvosok a kezükre, mindenhol rendesen eloszlatták-e a tenyerükön és az ujjaikon. Higi Robot délutánig járta az osztályokat, hogy a kézfertőtlenítés fontosságára felhívja a figyelmet.